Nem könnyű szólni június 4-e napján, 1920. június 4-éről, amely nap a trianoni békediktátum aláírásának napja, és az én megítélésem és meglátásom szerint a magyarság történelmek egyik legtragikusabb pillanata és napja. Egy ország, amely ezer esztendeje a Kárpát-medencében meghatározó erővel, lélekszámmal, területtel bírt, pillanatok alatt zsugorodott területének egyharmadára úgy, hogy elveszítette magyar nemzetiségű lakosságának mintegy egyharmadát, tehát kétharmada területből, egyharmada magyarokból idegen uralom alá került. A békediktátum vezetői az aláírás időpontját június 4-én délelőtt 10 órára tűzték ki. Az ország hangulata nyomasztó volt, a sajtóhangja levert, rezignált, drámai. Üzenem mindenki. Testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek nevéhez vércseppek tapadnak, vigyázzatok és imádkozzatok. Valahol fönt a magos ég alatt mozdulnak már a csillagok, s a víz szalad, és csak a kő marad. A kő marad. 1916-ban egy titkos egyezménnyel az Antant meggyőzi, idézve mondom, mert nagyon nem kellett győzködni a román uralkodót, illetve Romániát, hogy amennyiben hadba lép az osztrák-magyar monarchia a központi hatalmak ellen, úgy Románia a győztes háború után, hiszen az Antant győztes háborúra gondolt, ahogy a későbbi vesztesek is, megkapja Erdélyt, de nem csak Erdélyt, hanem azt az igényt, amit a románok megfogalmaznak, miszerint az új magyar-román határa Tiszánál húzódjék. Ez már egy 1918-as igény. Az Antant annyi kikötést tesz, hogy Románia cserébe nem köthet fegyverszünetet vagy békeszerződést a szemben álló hatalmakkal. Itt már megfogalmazódik valami. Ahogy megfogalmazódott jóval korábban valami, az osztrák-magyar monarchián belül, a birodalmon belül önállósággal nem bíró Csehországban politikusok egy részéről, Thomas Masarykról, illetve Edvard Benesről van szó, akik azt mondták, hogy ezt a monarchiát, ezt a birodalmat szét kell robbantani, meg kell szüntetni, nincs rá szükség egy olyan európai birodalomra, amelyben valóban nagyon sok nemzetiség élt, hiszen ha minden igaz, a hivatalos közlön 17 nyelven adták ki, hogyha szükséges, mindenki anyanyelvén olvashass el a hivatalos közleményeket. És ezen a birodalmon belül ott van Magyarország, amely nagy kiterjedésű, de ha őszinték vagyunk, azt kell mondani, sajnos lakosságát nemzetiség összetételét tekintve csak minimális többséggel bír már, mint a magyarság. Az 1910-es népszámlálási adatok szerint, amelyet mindenki elfogad hitelesnek korábbról és később időszakról is, Horvátország nélkül Magyarország lakosságának mintegy 54%-át teszik ki a magyarok, és 46%-át a nem magyarok. Románok, németek, szerbek, ruszinok, szlovákok és még különböző kisebb nemzetiségek. És ezeknek a nemzetiségeknek egy része a háború előtt és a háború alatt már megfogalmazza azt az igényét, hogy ebből a birodalomból ki akar valamilyen formában szakadni. Korábban, az első világháború előtt csak olyan igények fogalmazódnak meg, hogy alakítsák át a birodalmat, a csehek szeretnék, hogy háromosztatú legyen, tehát Prágának ugyanolyan súlya és szerepe legyen, mint Bécsnek vagy Budapestnek, a románokban fölmerül esetleg az, hogy legyen Erdélyen belül valami önállóságuk, és azt is hozzá kell tenni, hogy a délszlávok esetében a Magyarországon élő szerbek, hiszen az oszmán-török hódoltság idejétől jelentős szerb kisebbség él Magyarországon, nemzetiség, gyakorlatilag azt fogalmazzák meg, hogy ők Szerbiához, a szerb királysághoz szeretnének tartozni. Ezeket a kérdéseket a háború előtt és a háború alatt, ha szabad így fogalmaznom, még lehet bizonyos értelemben kezelni. De amikor 1918-ban összeomlik a birodalom, az osztrák-magyar monarchia és a fegyvertársa a német császárság, ugyanúgy vereséget szenvedünk Bulgária-Törökország, akkor élő problémává válik ez a dolog, annak ellenére, hogy 1918. november 3-án még egy olyan megállapodást írnak el, egy olyan fegyverszüneti megállapodást az osztrák-magyar monarchia nevében az Antant hatalmakkal, hogy befejeződik az ellenségeskedés és demarkációs vonal a birodalom határa. Tehát nem Magyarországon belül jelöl neki demarkációs vonalakat, vagy nem az osztrák birodalmon belül, hanem megmaradnak azok a határok, és majd a tárgyalások következnek.
De ezt már senki nem veszi, azt kell mondani önnek komolyan, főleg nem a győztes antant hatalmak részéről. Egyrészt megfogalmazódik az a kérdés, hogy mi az, hogy monarchia még ekkor, és adott esetben mi azon belül, hogy Magyarország. Hiszen Magyarország 1918-ig az osztrák-magyar monarchia társországa, de nem teljes mértékben önálló és független állam, hiszen az uralkodó személyek köti egy másik országhoz, és vannak ügyek, amelyeket nem önállóan és nem saját maga intézhet. És ekkor Budapesten már 1918. október 31-én hatalomváltás van. Az uralkodó kinevezi Károly Mihály grófot miniszterelnöknek, tehát nem, ahogy mondani szokták, a forradalom ülteti a miniszterelnöki székben, még IV. Károly nevezi ki. Másnap ugyan Károly azt mondja, hogy kéri, hogy mondja vissza az uralkodó kinevezését, és ő a nép által lesz miniszterelnök. De ami ennél sokkal fontosabb és sokkal szomorúbb az, hogy Magyarország rákényszerül arra, hogy az antant hatalmakkal egy újabb megállapodást próbáljon kötni, és Belgrádban megszületik ez a megállapodás, a belgrádi konvenció, amelyik előírja, hogy Magyarország területét, az akkori Magyar Királyság területét, és nem a monarchiáról beszélek most, milyen formában kell elhagyni a magyar vagy a közös csapatoknak, és melyek azok az ideiglenes határok, demarkációs vonalak, amelyet a románok, a szerbek és a létrejövő csehszlovák állam katonaiára elfoglalhat. És nézem csillagfordulás megint, és miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia, s ki mint vett, azonképpen maradt. Mert elfut a víz, és csak a kő maradt. De a kő maradt.